Az összecsapásokban a nehéz tüzérséget is bevetették, számoltak be róla a felek. Az örmény védelmi minisztérium bejelentése szerint irányításuk alá vonták a hegyi Karabah régió nagy részét, ahol örmény és azeri erők harcolnak egymással. Ilham Aliyev azerbajdzsáni elnök részleges katonai mozgósításról szóló rendeletet is aláírt, erről saját honlapján számolt be. Ez a tartalékos katonák mozgósítását irányozza elő. Az összetűzések több halálos áldozatot követelnek, ezért a Vöröskereszt arra szólította fel a feleket, hogy óvják meg a civilek életét. António Guterres ENSZ főtitkár a harcok befejezését kérte. Franciaország a párbeszéd fontosságára figyelmeztetett. Donald Trump amerikai elnök arról beszélt, hogy az USA is a békés megoldás híve. Irán pedig vállalta a békítő szerepét. Közben Recep Tayyip Erdogan török elnök támogatásáról biztosította Azerbajdzsánt. Örményországban egyébként rendkívüli állapotot hirdettek ki, és teljes katonai mozgósítást rendeltek el vasárnap, miután összecsapás volt az örmény és azerbajdzsáni haderő között a vitatott hovatartozású hegyi Karabah régióban. A két egymással szomszédos korábbi szovjet köztársaságnak régóta területi vitája van egymással. A túlnyomó részt örmények lakta hegyi Karabah a Szovjetunió megszűnésekor 1991-ben kinyilvánította függetlenségét, vagyis elszakadását Azerbajdzsántól.